A hagyományokhoz híven a megyeháza díszterm adott otthont az MLS megyei igazgatósága által szervezett ünnepségnek. A 2016-2017-es szezon közben 7 csapat különböző okok miatt visszalépett, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson, Sopron és Borsod-Abói Zemplén társaságában így is a harmadik legnagyobbnak számít Szabolcs-Szatmár Bereg megye az országban. 131 csapattal kezdtük a felnőtt bajnokságainkat, itt gondolok ugye a megye 1, megye 2 és a megye 3 osztályra, és végül 124-jel fejeztük be. Tehát 7 csapat volt az, aki a szezon közben nem tudta, tehát berúgta a törőközben, nem tudta befejezni ezt a szezont. Ami sajnálatos, hogy volt egy megyei első osztályú és egy megyei másodosztályú csapat. A megye 3-ra azért néha lehet számolni, ugye nem mindenki tudja befejezni. Utánpótlás bajnokságainkban is nagyon szép számmal neveztek a csapatok. Ezt jól jelzi az U14-ben 3, az U16-ban 2 csoportot kellett kialakítanunk, és ugye voltak a megye 1 és a megye 2-nél ugye az ifjúsági bajnokságok is. Ott igazából mindenki befejezte a bajnokságot, egy csapat kivételével, akit a sorozatos létszámhiányos kiállás miatt sajnos ki kellett zárni, és igazából itt negatívunként ez mondható el, hogy megfigyelhető, hogy az U14, U16-os és az U19-es mérkőzéseken is sajnos többször volt olyan, hogy létszámhiányosan állt ki egy-egy csapat, vagy nem is tudott kiállni. Ez remélem, hogy azért a jövőben nem így lesz, úgyhogy bízok benne, hogy ez majd változni fog. A megyei díjátadóval véget ért a 2016-2017-es futballszezon. A következő bajnokságra július 7-ig lehet nevezni, az átigazolási időszak pedig július 1-én kezdődik.